Az erőszak sosem az első pofonnál kezdődik. Könnyű belekerülni, de annál nehezebb kilépni egy bántalmazó, mérgező kapcsolatból. Ezért ma ehhez próbálunk meg segítséget nyújtani. Tartsatok velünk! Köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk Róka László, egészségpszichológiai szakpszichológus és pszichoterapeuta jelölt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Kezdjük azzal, hogy olvastam egy érdekes cikket arról, hogy milyen egy bántalmazó és milyen egy bántalmazott. Te erről mit gondolsz? Vannak különböző elméletek, vannak különböző tendenciák, viszont én ezt a kategóriát, ezt nagyon tágan kezelem. Tehát nagyon sokan szenvednek el fizikai, verbális vagy szexuális bántalmazást egy kapcsolaton belül, és nagyon sok eredete lehet mindennek. Ugye a legklasszikusabb, amikor kiemelik azt, hogy a bántalmazó is egy bántalmazott családból, egy bántalmazott légkörből érkezik, vagy amikor a bántalmazott olyan alacsony önértékeléssel bír, szorongó, depresszív alkat, viszont nagyon sokszor menet közben formálja egyik a másikat. Tehát nagyon sokszor például egy áldozat fokozatosan egyre gyengébb önértékelésre, egyre rombolja a partnere az önértékelését, az önbizalmát, és föl se tűnik egy idő után, hogy ő éppen bántalmazott. Ezt még ki fogjuk fejteni. Uh-huh. Én azért kérdeztem meg ezt, mert én azt olvastam, hogy a bántalmazó alapvetően egy bántalmazó légkörben nőhet fel, vagy egy olyan családban, ahol nem figyelnek rá. Hasonlóan a bántalmazónál, viszont a bántalmazó talál valahol menedéket, a bántalmazott talál menedéket, a bántalmazó viszont nem, és ezt még visszavezetve uh-huh. gyerekkor. Ebben mennyire relevancia van? Logikus. Van benne valószínűleg relevancia. Ugye bántalmazónak nagyobb az önért, tehát aktívabb megküzdési stratégiái vannak, megvan benne az a feljogosítottság érzés, ami nem feltétlen maga az önbizalom, vagy maga az önértékelés. Inkább szeretem feljogosítottságnak nevezni azt, amikor úgy gondolja, hogy neki ezt így szabad. Egyébként a másik gyakori eredet, hogy amikor nagyon merev tradíciók szerint él valaki, amikor nagyon szigorú hierarchia van az egész világra kivetítve, hogy kinek hol van a helye, mi az, ami érték, mi az, ami számít, és mi az, ami nem. Van, ahol ugye a nemek közt van egy nagyon komoly aszimmetria ebben a rendszerben, van, amikor arról van szó, hogy honnan jött, milyen családi háttérrel bír a pár egyik, meg másik tagja, de olyan is van, amikor egyszerűen a gazdasági helyzetből azt mondja, már pedig, amíg az én pénzemet költöd, akkor én megmondom, hogy mire költs például. Még mindig ne szaladjunk ennyire előre, mert mint mondtam, nagyon könnyű belekerülni egy bántalmazó mérgező kapcsolatba, főleg egy pár kapcsolatba, mert az elején még nem érvényesülnek azok a jegyek, amik a későbbiekben. Hogyan működik ez? Hogyan csábít mondjuk egy bántalmazó fél? Sőt, először nagyon tündérmesébe illő, ezt is írták az egyik cikkben, nagyon hevesen udvarol. Ott van egyébként nagyon sokszor egy olyan jel, hogy nem bírja, nem veszi egyszerűen észre az elutasítást, a lapot, hogy ő éppen nem jön be, és addig-addig nyomja, amíg a másik fél valamilyen módon beadja a derekát. Ilyenkor van, hogy például nagyon komoly anyagi erőforrásokat mozgat meg, ajándékokkal kedveskedik a partnerek, próbálja lenyűgözni, és aztán itt jön nagyon sokszor egy második lépés, hogy drága ajándékokkal igyekszik magához láncolni. Volt olyan például az általam ismert bántalmazó kapcsolatokon belül, amikor az első pár hónapon belül a bántalmazó laptopot meg okostelefont vett a párjának. És utána jön a következő lépés, hogy kezdődik, honnan ismerhető föl mindez, amikor aszimmetrikussá válik a dolog, tehát a nagy gesztusok mellől az apró figyelmességek hiányoznak. Hiányzik az, hogy érjen a másik szava mondjuk akár egy közös program kialakításában, amikor egyre inkább befolyást szerez így szépen lépésről lépésre a bántalmazó. Nem azzal kezdődik az udvarlás, hogy leken neki két nagy pofont és megmondja, hogy már pedig innentől nem találkozhatsz a barátaiddal, de a hónapok akkor során... Akkor gyorsan ki tudnánk belőle lépni. Akkor el se kezdődnek, hogy hívnánk a rendőrt, segítség, ezek bántanak, ennyi. Viszont az illető, a bántalmazó
ő nagyon tudja egyrészt magát felmenteni minden alól, és ezt olyan meggyőzően adja elő, hogy a bántalmazott is sokszor elfogadja, hogy hát persze, hát ő mondjuk ő jobban, jobb családból származik, például, magasabban kvalifikált, akár előkelőbb származással bír, bár ez Magyarországon nem annyira releváns, ő tudja jobban, hogy melyik étterembe menjünk például. Ő van jobban képben. Aztán utána később jön az, hogy elkezdi szép lassan a barátoktól leválasztani az áldozatot. Akár az, hogy a barátokról mennyire becsmérlően beszél, mert hogy azok a akármilyen aljas, meg senkiházi, meg naplopó, meg akárkicsodák. Egyébként ebbe a körbe tartozhat a bántalmazottnak a családja is. Nagyon sokszor, sokkal korábban, mintha a bántalmazott személyét érné a támadás, a kikezdés. Előtte, hogy mindenki mást, aki fontos körülötte. Aztán utána jönnek az ilyen apró, akár csak vicces, akár ilyen kedveskedőnek csomagolt üzenetek, hogy jaj, butust, ehhez úgyse értesz. Ezekre még kitérünk, ezekből hoztam 15-öt, hogy hogyan működik a szóbeli bántalmazás, de ugye nehéz kilépni a bántalmazó kapcsolatokból, például azért is, mert nagyon ciklikus tud lenni. Szerintem ezt sokan akár tapasztaltuk, akár hallottuk más kapcsolatokból, hogy miért nem lépsz ki belőle, mert néha olyan kedves. Persze, persze. Tehát ez a... Amikor van egy nagyobb baj, amikor tényleg elszalad a ló, akkor utána visszajönnek a mézes hetek. És utána ígér fűtfát, meg lehet, hogy akkor megint megvesz, nem tudom, még egy telefont, vagy valami szép táskát, vagy akármit, vagy valamilyen látszólagos engedményt tesz, és mindezt annyira hihetően, hogy az illető, az áldozat, a bántalmazott azt hiszi, hogy fú, túl vagyunk ezen a nehéz időszakon, sőt, van, amikor a bántalmazó is ezt mondja, hogy túl vagyunk ezen a nehéz időszakon. Ez a, hát nehéz volt összecsiszolódni, te is nagyon megbántottál. Jó, erre visszakanyarodunk. És eltelik tényleg talán egy-két hét, de valahogy az igazi változás nem indul be. Tehát amikor egy párkapcsolat valóban összecsiszolódik, amikor két ember valóban szeretné, jól szeretni a másikat, jók lenni együtt, akkor mind a ketten tesznek lépéseket. Nem feltétlenül azt mondom, hogy helyből párterápiával indul a dolog, de az, hogy mindkét fél dolgozik saját magán valamilyen szinten, azért, hogy megértőbb, türelmesebb tudjon, ad teret a másiknak. Na, ez az, ami nagyon sokszor elmarad. Például meghallgatni a másikat. Meg hogy következménye legyen annak, amire a másik vágyik, hogy most akkor ezt csináljuk a hétvégén, vagy együtt menjünk valahova, vagy ne csak a te barátaiddal találkozzunk. Miért van az, hogy nagyon sokszor a bántalmazott nem ismeri fel, hogy ez egy mérgező kapcsolat? Főleg mondjuk az elején, tehát hogy itt nem durvult el a helyzet, nem csatantál pofon, stb. Még vannak barátai ilyen szituációban. Nagyon szeretnénk azt hinni ilyenkor, hogy hát ez eredendően egy önértékelési zavar, vagy egy ilyen kis hitű, vagy olyas valaki, akivel meghunyászkodó jelleme miatt meg lehet tenni. És van ilyen is, tehát azért egy klasszikus bántalmazó figurának nem szimpatikus, nem vonzó egy tényleg talpra esett autonóm személy. Most direkt kerülöm azt, hogy nő meg férfi legyen, mert nekem is a számra áll egyébként, hogy a bántalmazó férfi, holott bőven van, amikor fordítva megy a leosztás. Amikor... Igen, a verbális bántalmazás a nőknek azért sokszor elég jól megy. Igen, ami szintén küszöb alatt marad, ugye, mint a köznyelvben időnként verbális kasztrációnak is hívunk, viszont a fizikai bántalmazás pedig egy olyan szintű stigma, amikor egy férfi az elszenvedő, párjától, feleségétől akár, hogy az rejtve marad, azzal nem megy rendőrségre. Azt még a barátainak sem meri el elpanaszolni. Kitalál helyette mást, hogy megkarmolta a macska, vagy sportbaleset érte, ilyesmi. De hogy miért marad benne, olyan
aprólékosan változik mindez, és ez nagyon-nagyon sokszor nem egy szándékos csel, nem egy előre megfontolt szándékú bűncselekmény, hanem egyszerűen két ember működésében az ilyen szintű durva aszimetria. A bántalmazó nagyon sokszor nem tudja, hogy ő bántalmazó. Egyszerűen van egy világképe arról, hogy kinek hol van a helye, hogy ő persze a trónuson ül, mert joga van ehhez meg ahhoz, és aztán történnek dolgok, mert egyébként neki meg az önértéke, nem az önértékelése, hanem inkább az érzelemregulációs képessége, frusztráció toleranciája, egyéb jellemzői jóval érettebbek annál, mint aki nem bántalmazó. Aki pedig benne marad, egyrészt lekötelezettje sokszor, mert hát azért mégiscsak tőle van, most akkor adjam vissza mindezt, de hogyha nem olyan családokról beszélünk, vagy nem olyan rétegekről, akik laptopot meg telefont tudnak ajándékozni a másik, vagy autót, akkor ott van az, hogy úristen, ketten együtt is alig tudjuk fizetni a rezsit. Mi lesz még akkor, hogyha... Még egy lépéssel beljebb, mi van akkor, hogyha elválunk? Ugye... Meg mi van, hogyha nem találok jobbat? Ez a másik. Ez a másik, hogy az illető elhiszi, hogy ez jó. Mert egyébként hall rosszabbat. Hát mi is beszélgettünk már rosszabbról, sokkal rosszabbakról. És úgy gondolja, hogy az, hogy... Mondjuk mi beszélgettünk már sorozatgyilkosokról, tehát... Az rosszabb. Az rosszabb. Az rosszabb. De arról van szó, hogy jó, hát persze, hát mindig a focit kell nézni meg. Jó, hát ő lehülyéz, amikor mondjuk nem értek, de hát én tényleg nem értek ehhez meg ahhoz. Szépen igazodik a bántalmazó elvárásaihoz, meg a bántalmazó világképéhez idomul a bántalmazott az áldozat, hogy... Hát igazából tényleg most azért nem vagyok egy főnyeremény én se, meg nem vagyok annyira ez meg az, és hogy hát látom is, hogy mennyivel a szemmel, ami rosszabb, az szemmel látható. Jó, a sorozatgyilkos pont nem mindig, de amikor valaki tényleg azt hallja, hogy a másikat tényleg összeverték, meg ott hagyták, meg hogy a másik mennyit iszik, meg ilyesmi, az, amikor mondjuk nem iszik olyan sokat, csak éppen teljesen aszimmetrikus, indokatlanul aszimmetrikus mondjuk a házi munka elosztása, na az is ilyesmi. Érdekes aspektus ennek például a bűntudat. Szerintem az még ugye az elején is egészen kirajzolódhat, hogyha így a bántalmazottnál van egy folyamatos bűntudatérzés, és sokszor indokolatlanul már az jele lehet egy ilyen mérgező kapcsolatnak. Igen, az indokolatlan bűntudat az tipikusan ilyen, amikor én nem csináltam semmi rosszat, de a másik megteremti azt a milliót, megteremti azt a légkört. És ezzel egyébként félelemben is, tehát betoppan az ajtón, na kivel beszélgettem én, kivel cseteltél? Lám-lám arra a másik pasira gondoltál közben? És van, hogy egészen viccesen indul, de az illető ezt a tetten értséget éli meg úgy, hogy közben teljesen tisztának kellene a lelkiismeretének lennie. De ezt jó, hogy mondtad, mert ezt például több cikkben is írta, hogy általában ami piciben kezdődik, az el fog fajulni. Tehát ilyenkor mindig hiszük azt, hogy hát ezzel majd javítunk, vagy hát ez majd elmúlik. Az esetek nagy részében ez nem múlik el. Igen, és ez borzasztóan nehéz egyébként, hogy ha egy ilyennel találkozunk, mert ami piciben kezdődik, ott van, hogy az embernek tényleg rossz napja van. Van olyan, esetleg tényleg van egy veszekedés, vagy elköp egy rossz viccet, ami a másik számára bántó, amikor tendenciává válik. Amikor minden barátomat utálja, nem csak azt az egyet vagy kettőt, hogy fú, hát ők nem jó társaság, meg nem örülök, hogy velük lóksz. Mert mindig annyi, mert van, amikor tényleg az ember beviszi a társaság a rosszba. De amikor már senki mással nem találkozhatok, amikor, és itt a különösen a gazdasági, meg a társadalmi bántalmazás, ami gyakori, amikor tényleg minden filléren be van osztva ő általa, amikor korlátozóan az, hogy hát ezt a ruhát, ezt annyira nem áll neked jó. Csak ilyen apró jó tanácsként kezdődik, jaj, hát ez nem annyira előnyös. De azt, amikor a harmadjára is azt a ruhát veszem föl, amit ő mondott, vagy mondjuk szintén egy létező példa, pár esküvőre készült vendégként, és ahogy nézték össze, hogy akkor ki mit vegyen föl, a bántalmazó fél hangosan kiröhögte a másik, egyébként nagy becsben tartott ruhadarabját. Ez nagyon fájdalmas tud lenni. Bizony, bizony.
És ez is már ugye nem az első lépése volt az érzelmi bántalmazásnak, hanem már ennek is meg volt ágyazva, hogy ez is beleférjen. Akkor szerintem beszéljünk is még, mielőtt nagyon belemegyünk a szóbeli bántalmazásba, mert ezeket szerintem néha nagyon nehéz felismerni, sok van belőle, és minél többet hallunk róla, annál jobb. Úgyhogy én így elkezdem mondani, arra kérlek, hogy majd így röviden reflektálj rá, és főleg mondjuk arra, hogy hogyan lehet ezeket jól kezelni. Kezdjük a titkolózással. Például az, hogy hát a kulcsok az asztalon vannak. Hozok majd mindegyikre egy példát. Kulcsok az asztalon vannak? Igen. Itt ugye, hát mit tudunk úgy, hogy autót meg lakást, az, hogy engedély nélkül, a másik beleegyezése nélkül ne hagyja el a lakást, ne használja a közös autót akár, az ugye csak egészen konkrétan a mozgás szabadságát veszi el az embertől. Itt szerintem konkrétan ez a példa arra akar reflektálni, hogy nem mondom meg, hogy hova megyek, leraktam a kulcsokat, majd jövök. És így, amikor a másik így egyáltalán nem, vagy az életének egy részét mondjuk titokban tartja. És akkor itt jön egyébként az olyasmi, hogy viccel válasz, hogy jaj, nem számítottam a spanyol inkvizíciót, amikor kérdezi a másik, vagy próbál kérdezni, jaj, hát ne legyél ilyen fagadó, én sem szólok bele, de persze, hogy beleszól. Aztán a titkolózásnál van, nagyon sokszor belefolyik a becsmérlés, a devalválás is, hogy most magyarázhatnám neked, de úgy se értenéd, hogy mivel foglalkozok, hogy mit túlórázok én, ugye, pláne magasan kvalifikált állásokban, és ez mindig ilyen egyirányú üveg, ilyen zsarutükör jellegű, hogy én nem mutatom, de a másiktól meg teljes beszámolókat várok. Igen, meg ez valószínűleg itt, ebben az esetben nem arról van szó, hogy mondjuk megcsal a másik fél, csak egyszerűen semmi között hozzá. Így van, viszont remekül megalapoz egy későbbi megcsaláshoz, mert ha a bántalmazott, vagy aki elszenvedte ezt a titkolózást, esetleg egy picikét paranoiddá válik, vagy az ilyen jellegű gondolatainak teret ad, akkor már a másik, de miért? Hát folyton, hogy gondolhatsz róla ilyet? És amikor mondjuk eltedik akár x év, és tényleg tilosba jár az illető, akkor meg vissza tud erre, hogy jaj, hát emlékezz vissza, régen is folyton ilyen gondolataid voltak. Menjünk is tovább, az ellenkezés. Erre egy konkrét diskurzust hoztam. Kész vagyok ettől az étteremtől, hihetetlen ennek a pincérnek a stílusa. Nem tudom, pontosan mire gondolsz, nem vettem észre semmi különöset. Nem láttad, hogy nézett ránk? Szerintem minden oké volt, mit vettél észre? Szerintem te azt se tudod, miről beszélsz. Na, itt tipikusan egyébként van az, amikor az illető úgy, ahogy van, ingerült. Föl van húzva, frusztrált, vagy van egy általános dühe a külvilágra mindenfelé. Ugye ez eredethet aputól, anyutól, a főnöktől, attól, hogy már megint kikapott a kedvenc csapata, pedig ő egész végig azt a nem tudom milyen színű sálat hordta a nyakában. Frusztrált. És hát minden rossz, mindenki ellenség neki, és nem tudja megfogalmazni se sok esetben. A másik verzió pedig az, amikor hülyére vesszük az életet, és nem mondjuk meg, hogy mi a bajunk. Ez egyébként tipikusan az érzelmi bántalmazásnak egy sok felé bevetett, vagy sok módon bevetett verzió, amikor nem konkretizálunk semmit. Találja ki a másik. Akkor nézzük a leértékelést, ilyen például az, hogy túlérzékeny vagy, nem érted a viccet, vagy bolhából is elefántot csinálsz, hogyha így a leggyakoribbakat mondod. Így van, tehát amikor a kezdve egy nem politikailag korrekt viccről van szó, vagy tegnap egy szerszámüzletben hallottam egyet, hogy jaj, nyuszi, ez nem így működik. Hát amikor, ez sokszor. Nem tudom, falfesték, ilyeneket. Vagy ilyesmi. Nem tudom, hogy az illető egyébként az adott eszköznek szakembere volt. Tehát hogy azt hiszem, hogy festékek környék volt. Nem tudom, hogy festőmázoló volt-e az illető, de ez a jaj, nyuszi, ez nem így működik. Tipikus. Benne van egyébként valószínűleg az a becézés, amit az első mézes hetek során is használt, de közben az egész ebben van egy ilyen devalválódó, egy gyerekes gyermeki megszólítás, és ha te ehhez nem értesz, ez a persze, hogy a fenébe értenék hozzá, de valószínűleg ő se. De így könnyebb eladni. Sokkal.
A viccként áll a szóbeli bántalmazásról szerintem beszéltünk, úgyhogy ezt nagyjából szerintem át is ugorhatjuk, ugye. Akkor van egy beszélgetés bojkottálása vagy elterelése, például, hogy azt hiszed, hogy mindent tudsz, vagy neked mindig igazat kell, hogy legyen. Igen, és ebben van egy nagyon, nagyon izgalmas csavar, amikor megfordítja, és saját magát helyezi bántalmazott szerepbe, vagy áldozat szerepbe, hogy mert hogy mindig neked kell, hogy igazad legyen, mindig neked tiéd kell az utolsó szónak lennie. Aki tényleg átéli ezt, az nagyon sok esetben nincs olyan helyzetben a kapcsolaton belül, hogy ki is mondja mindezt. De mindig tudnod kell. Visszakanyarodva egyébként így a viccnek elcázott dolgokhoz, amikor valakinek egy valós botlását, bénázását évekkel később is fölhánytorgatja. Vagy akár olyanok előtt, akiknek nem kellene tudni. Az már a fokozása, igen. Uh-huh. Akkor ugye a hibáztatás, vádaskodás is elég gyakori. Drágám, olyan távolinak érezlek. Most én mivel akarsz megvádolni? Uh-huh. Igen, tehát amikor valamit próbálna tenni, még a kapcsolatjavítása érdekében lépne az egyik fél, hogy ne legyen távoli, hogy több időt töltsenek, hogy megosszák egymással az érzéseiket, gondolatokat, tök normális, egészséges dolog lenne, de a másik így támad vissza, hogy te most akkor hibáztatsz engem, hogy most az a bajod, hogy sokat dolgozok, az a bajod, és akkor itt jön a másik csavar, hogy de hát én a kettőnk jövőjéért dolgozok, azért, hogy neked jusson. Hát meg a kákán is csomót, hogyha valaki ilyenkor mindenbe beleköt. Akkor ítélkezés és kritika, ez is nagyon gyakori, ugye az a baj veled, hogy pont, te soha nem vagy elégedett, te mindig találsz valamit, ami felhúzhatod magad, nézd meg, mit csináltál. Igen, ez a mindig és a soha. Ez nagyon gyakori, nem csak kapcsolati erőszaknál, nem csak bántalmazó kapcsolatban, hanem amikor az ember úgy általában egy picit toxikusan kommunikál, akkor jellemzően meg nem azt mondja, te, hogy te. Igen, te és mindig. És ami egyébként nagyon gyakori hiba az emberek gondolkodásában, konfliktuskezelő metódusaiban, hogy a cselekvést azt helyből átfordítja személyiségvonássá. Akkor nézzük a lekicsinylés, bagatelizálás. Nézd, drágám, végre befejeztem az ágyások rendberakását, egy hét földmunka után végül rendben van, a kiskert szép lett, nem? Tényleg szuper, nehéz lehetett feliratozni őket. Uh-huh. Igen. Tehát amikor a lehető legkisebbet szedjük össze, nagyon sokszor, amikor valakinek a szakmájáról van szó, a munkájáról, akkor jön ez. Hát most, hogy a sajátomnál, ugye van, amikor tényleg vicc, pláne amikor én is viccesnek érzem, de ez a, hát jó, akkor majd te felásod a kertet, én meg majd beülök pár emberrel beszélgetni. Igen, mondjuk itt ehhez tudni kell, hogy mi fáj a másiknak, meg mindennek, persze. Hogyha túl gyakran történik, akkor az már azért szerintem erőszaknak számít. Persze. Tehát amikor tendenciózusabb vagyok, meg amikor a másik, ugye tipikusan, amikor a másik nem röhög. Ugye az iskolai bántalmazást, a bullyingot is onnantól indítjuk, hogy amikor egy valaki nem nevet, akiről a poén szól, onnan indul. Nem érti a viccet, igen. Uh-huh. Akkor nézzük meg az aláásást, hogy micsoda gyönyörű virágok, egy virág az csak virág. Hogy úgysem értenéd meg, vagy úgysem fog sikerülni. Ezek is azért elég gyakoriak. Igen, és nagyon sokszor egyébként származási család is ad ilyen csomagot a gyermekeknek, hogy jó, nyugodtan próbáld meg, ez úgyse fog összejönni. Ez nagyon fájdalmas tud lenni. Nagyon, nagyon, és nagyon sokáig benne marad az emberben. Ugyanígy, amikor hát ki más legyen, aki szurkol nekünk, aki bíztat bennünket, mint a párunk. Pláne egy nehezebb, rizikósabb helyzetben. És ugye megint más az, amikor mondjuk óva intjük attól, hogy de látod, ha nem te leszel, aki megnyeri az adott pályázatot, vagy egy sportverseny, ha nem te nyersz, akkor sincs gond, ugye tudod. Más, mint amikor azt mondja, jó, hát figyelj, most valakinek utolsónak is kell lenni, nyugodtan nevezzél. Sokkal. Igen, ezeket ismerjük fel azért, ezek nagyon fontosak. Most jönnek kicsit az egyértelműbben erőszakra.
hasonló dolgok, például megfélemlítés, ha nem csinálod, amit mondok, elhagylak, vagy ha nem fogadod meg a tanácsom, mások végül rá fognak jönni, hogy valójában mennyire megbízhatatlan is vagy. Igen, mondjuk ez a ritkábban hallom azt, hogy ezt mondták volna, hogy elhagyással fenyegetődik, akkor jön be, amikor egyrészt nagyon lusta a bántalmazó, és tudja, hogy borzasztóan ki van neki szolgáltatva a másik. Vagy borzasztóan idealizálja. Egyébként... De mondjuk, aki van szolgáltatva, akkor lehet, hogy inkább azt mondja, hogy úgysem érvényesülnél egyedül, vagy úgysem tudnál mit csinálni. Így van. Életképtelen vagy önmagadban. Ez egy ilyen nagyon gyakori szóbeli fegyver gyakorlatilag, hogy ugyan már meddig húznád egyedül? Egy vajas kenyeret sem tudsz megkenni. Nagyon gyakori. Oda-vissza. És akkor szépen lassan az ember elhiszi. És akkor azt mondnak még ugye a sértegedések, hogy micsoda áldozati szerepben tetszelek, vagy azt hiszed, hogy számít a véleményed? Igen, ez már egy elmélyült, itt már gond van régóta. Tehát itt már több lépésen túlmentek. Ez már lehet, hogy egyszerre van akár egy fizikai bántalmazással. Igen, mondjuk az elfelejtés, az egy kicsit visszamegyünk megint, hogy nem értem, miről beszélsz, nem fogom tovább ezt hallgatni, vagy nem is vállaltam el, hogy megcsinálom. Igen, nem is beszéltünk ilyesmiről. És itt egyébként megint bejátszik az, hogy nem feltétlen előre megfontolt szándékból hazudik az illető, van, amikor olyan szinten tényleg figyelmetlen, annyira nem tartja fontosnak a másik mondandóját, hogy meg se jegyzi. Oda se figyel arra a dolgokat. És igen, ez megint egy olyan dolog, hogy van olyan, amikor az embernek tényleg tele van a feje, mert mondjuk határidős dolgot csinál, vagy továbbképp akármi, de amikor ötödjére kapom ezt vissza, hogy hát ilyenről nem is volt szó, na, akkor komoly gáz van. Igen, akkor a parancsolgatás is eléggé már egy magasabb szint. Miféle takarítás ez? Térdelj, lenézd be a szekrény alá, és húzd végig az ujjad a padlón, vagy nem mész te sehová. Nem észte sehová. Igen. Tehát ez megint a vége. Már igen, csak az alja a bántalmazó kapcsolatnak, amikor el se engedi, ki se engedi otthonról, pláne nem megint ahhoz a társasághoz. Ugye egyébként különböző szekták működésében is megfigyelhető ez, nem csak két személy közötti bántalmazásnál, hogy letiltják, nem akarok most szektákat, egyházakat, de letiltják a más véleménnyel rendelkezőkkel való érintkezés. Akkor is a családtagok. Ha ne, ugye, aki nem velünk van, az ellenünk van. Igen, amúgy ez más területeken is jelen van sajnos, de még akkor az utolsó előtti a tagadás, az is gyakori tud lenni, ugye nem csak a bántalmazó kapcsolatokban, soha nem mondtam ilyet, hogy nem tudom, ezt honnan szeded. Így van, és akkor ez megy tovább a gázlánk hatásig, amikor eléri a bántalmazó azt, hogy a másik fél a saját mentális épségében kezd el kételkedni. Most tényleg nem mondta. Tényleg csak én gondoltam erre? Tényleg ok nélkül kapom így föl a vizet? És nagyon sok szépen még két lépéssel korábban bejön egy olyan dolog, hogy hát az illető nem boldog, és ne adj Isten erre merészel kijelentést tenni, és akkor nem vagy boldog, pedig hát mindent megadtam neked, pedig hát olyan jó élhetnénk. Mással se leszel boldogabb. Így van, és ez a, de hát ha neked ez sem elég, ha neked ez sem jó, megint olyan mondatok, amikor az illető akár még fölvértezve is tudással, de elgondolkodik azon, hogy úristen, akkor bennem van egy baj. Én hajkurászok valami elérhetetlen dolgot. Igen, az utolsó, ami már tényleg azért egy eléggé tetőződés a dolgoknak, az erőszakos düh, például kussolj már, vagy állítsd le magad. Igen, tehát ez szintén már ott van, amikor nagyon a nagyon elmélyült a kapcsolati erőszak. Na hát akkor ezen a 15-ön végig is mentünk, de most a nagy kérdés az, hogy hogyan lépjünk ki egy ilyen igazán erőszakos, mérgező kapcsolatból. Hát hogyan végleg? Nagyon nehéz, mert egyrészt aki erre immunisabb,
vagy másképp látja a világot és önmagát, mint aki könnyebben belekezdett, ott az első pár ilyen után, bocs, nekem ez nem, de van, amikor nem is tudja megfogalmazni. Van, amikor, mit tudom én, második randi környékén bejön az, hogy nem boldogságot érzek, amikor megyek hozzá, hanem egy valami feszültséget van. És utána volt, hogy kiveséztük ezt a klienssel, hogy de mi az, ami rosszul esett, vagy mi az, ami ezt a szorongást okozta, és a beszélgetésből lejött az, hogy jé, az illető folyamatosan önmagát helyezte áldozatszerepbe más személyek által, és ezzel megkínálva azt, hogy már pedig, ha te nem rendelődsz alá teljes mértékben az én akaratomnak, te is ennyire szemét kihasználó disznó leszel. Aztán hogyan lehet még kilépni? Ugye nagyon sokszor itt már nem arról van szó, hogy járunk két hónapja, hanem arról van szó, hogy közös ingatlan, közös kassa, mármint az ő kasszája. És ehhez, hogyha van segítség, rokonok, származási család, jó barátok, leszervezni azt, hogy hova fogok én menni, hova tudok költözni. Még tovább nehezíti a helyzetet, hogyha mondjuk gyerekek vannak a családban, mert ugye nagyon sokszor van ez a program, hogy két szülő kell a gyereknek, apa nélkül nem nőhet fel. Milyen anya vagyok, hogyha ott hagyom a gyerekeket, holott egyébként a bántalmazó a gyerekeket nem mindig bántalmazza. Ez nagyon eklektikus dolog, nagyon sokféleképpen történhet. És ugye itt van a szülői bűntudat, hogy a gyermek miatt nem lépek ki, vagy akár úgy, hogy otthagynám őket mondjuk egy vállóper meg egy gyermekelhelyezésig, akár úgy, hogy fognám őket, és akkor bevállaljuk azt, hogy nem tudom, két hónapig egy lepukkant garzon tudok csak kibérelni a Csili-Vili Mercedes-szel ellátott villából, mert olyan helyeken is vannak bőven bántalmazók, és ezt az egzisztenciális esést is nagyon nehéz befogadni. Van, amikor konkrétan pénzügyi szakemberrel kell beszélni, hitelkonstrukciókat megismerni, hogy mint intézi ezt, ügyvéddel, jogásszal, előkészíteni azt, hogy úgymond a menekülés a szökés napján, akkor letiltom-e, mennyi információt hagyok hátra annak, akitől lelépek. Mert a legritkább esetben van az, hogy elment. Hát akkor ennyi. Egy bántalmazó ilyenkor ugyanúgy, ahogy az udvarlás elején nem veszi a lapot, hogy már kétszer le volt koptatva. Igen. Van olyan is, amikor csak nagyon szerelmes valaki, de itt nem ezekről beszélünk, hanem ez a már pedig te ugyan nem. És itt is van, amikor a bántalmazónak szent meggyőződése az, hogy hát hülye vagy, hát nélkülem, tehát éhen halnál, hát megöletnéd magad, olyan óvatlan tudsz lenni. És megy utána, és rángatnál vissza. És akkor itt jön az, hogy szükség esetén ugye előkészítem azt, hogy letiltom másik telefonszámot, értesítek olyan barátokat, akikre tudok számítani, hogy mondjuk egy fuvarral segítenek, ha arról van szó. Ha már történt erőszakos bűncselekmény, ha már történt feljelentés, akkor távoltartási végzést kérek. Ja, apróság, jelszavakat megváltoztatom. Instagram, Facebook, egyebek, e-mail fiókok, amikor már menekülni kell, akkor tuti, hogy az illetőnek hozzáférése van. Mert minden, sőt, az is lehet, hogy elérte azt, hogy az új lenyomat azonosítós okos telefonban az ő új lenyomata van benne. Akkor ez, hogy csak az övé. Ezek nem nagyon fontosak, és tényleg azért szögezzük le, hogy sosem szégyen segítséget kérni, sokszor érezzük azt, hogy akkor mi gyengék vagyunk, megkérdőjelezzük azt, hogy ez mennyire igaz, család, barátok, segélyszervezetek, rendőrség, attól függően, hogy milyen szinten tartunk, de ahogy felmerül, szerintem ez nagyon fontos. Általában nem muszáj egyedül megbirkózni, de higgyük el azt, hogy egyedül is meg tudunk vele birkózni, hogyha éppen úgy van. Még akkor a végére annyit, hogyha kiléptünk egy ilyen kapcsolatból, ugye akkor nagyon nehéz begyógyítani a sebeket. Hogyan álljunk neki egy újabb kapcsolatnak? Hogyan ne vigyük tovább azokat a terheket?
Na, hát van ez a mondás, hogy kutyaharapás szőréve, ezt ne. Ebben a helyzetben különösen, hogyha sérülten áldozatként lépünk ki egy kapcsolatból, akkor mindenképpen hagyjunk időt önmagunkra. Nagyon fontos, hogy megéljük a saját kompetenciánkat. Olyan jó esetben munkában, amivel mondjuk egzisztenciánk is épül, pénzünk is gyűlik. De legyen olyan tevékenység, amit azért végzünk pusztán, mert jól esik, mert flow élményt ad. Olyan, amiben megéljük akár hobbiként azt, hogy képesek vagyunk fejlődni, alkalmazkodni. Nagyon jó az, amikor akár önkéntesként, akár nem tudom, a villamoson tudunk segíteni valaki másnak. Pont egy tegnapi beszélgetésben jött ez elő szintén, hogy ha átadjuk a helyünk, amikor a legramatyabbul vagyunk, segítünk egy mozgáskorlátozott vagy idős személynek leszállni a villamosról, átadjuk a helyünket valakinek a buszon, már ad egy olyan visszacsatolást, hogy egyrészt van bennem erő, hogy jót tegyek, és van bennem jó szándék, hogy jó emberként másoknak segítsek. És ez szépen egy picit jön vissza. Jó, ebből persze, hogy a túladagoljuk, akkor jön a segítő szindróma is, nem csak ez. Megtalálni a támogató barátokat, a támogató közeget, családot. Lehet, hogy évekkel ezelőtt megszakítottam velük a kapcsolatot, lehet, hogy pont emiatt a bántalmazó személy miatt, akitől most menekülök. És ami rohadt nehéz időnként, de azt mondani, hogy ne fölvenni a telefont. Szia, ez van, ne haragudj. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál és ezeket elmondtad, remélem, hogy azért tudtunk segíteni az embereknek. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottatok, ne féljetek kilépni egy ilyen kapcsolatból. Sziasztok!